pénzügyi bizottság két napi rendi ponttal kezdte meg a felkészülést a testületi ülésre. A bizottság tagjai határozatot hoztak az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igénybe nyújtására, valamint Sátoraljaújhelyi város önkormányzata és a Sátoraljaújhelyi kistérség több célú társulása 2010 évi ellenőrzési tervének módosítására. A Szociális és Egészségügyi Bizottság egy nyílt napi rendi pontjában rendeletmódosításról döntött. Az önkormányzati rendelet, ami a segélyezéssel kapcsolatos, az egy paragrafusban módosult. Ott a településen elismert lakás nagyságot módosította egy és két fős háztartások esetében a bizottság, illetve ez kerül testületi ülés elé, valamint az adósságkezelési szolgáltatás vonatkozásában történtek változások. Összegszerűségében a kezelhető adósságok vonatkozásában van a tervezetben előterjesztés, illetve ezt módosulna. Módosul az a része is az adósságkezelési szolgáltatásnak, hogy az együttműködési megállapodást hány napon belül kell megkötnie az igénylőnek a szolgáltatókkal. Az lenne a cél, hogy minél, tehát a felszaporodott adósságállományt sikerüljön időbe és megfelelő módon kezelni. Ehhez sajnos együttműködés kell a szolgáltató cégekkel is, és a klienseket segíteni abban, hogy a ügyeik intézését minél gördülékenyebben tudják bonyolítani. A nyílt napi rendi ponton túl zárt ülésen tárgyalta a bizottság a segélykérelmek elbírálását.